Április 30-a a méhek világnapja, és bizony lehet, hogy nem gondolunk rá, de ezek a pici rovarok megérdemlik a tiszteletet, már csak azért is, mert nélkülük teljesen megbomlan a biológiai rendszerünk. Klári néni a Tarjányi Méhészettől egy fantasztikusan érdekes előadást hozott az ovisoknak a jeles nap alkalmából. Ez egy üres, ez egy idei keret. Itt van csillog a méz, és ott pedig sárgálik a repcevirágpor. Azt ott már a repcéről szedték. Sok információt kaptak a gyerekek a méhek társadalmáról, a fantasztikus tájékozódásukról, a táncukról, a szorgalmukról és ügyességükről, sőt, a testi felépítésükről is. Akár ti is rakhatok ki otthon ilyen kis itatókat, mert nagyon fontos nekik is a vízpótlás. Viszik az otthon maradottaknak is, tehát hordanak ők, nem csak mézet gyűjtenek, hanem vizet is visznek haza. Itt látszik a méhecske, szerintem onnan is látszik, látjátok, hogy onnan kijön ez a kis szipóka. Igen. Ezzel tud inni, ezzel tud nektárt gyűjteni, tehát mint egy nyelv úgy funkcionál. No, de a lényeg, ha a méhekről beszélünk, ugye a méz. Nos, ennek a készítési módját is megtudtuk Klári nénitől. És ha már így kiokosodtunk, akkor lehetett kóstolni is sokféle mézet, ezek ízre és állagra is nagyon különböztek egymástól. Ez finom! Ez finom! Jó, óvatosan, jó? Hátra volt még egy meglepi, szuper ajándékot lehetett készíteni méhviaszból. Ez mindenkinek sikerült, csodagyertyák készültek, otthon apa, anya biztosan örült neki, a gyerekek pedig ezen a napon rengeteget tanulhattak.